Rabságért, szabadságért, könny hull a szép hazáért, bizony rabság. Szőcs Zoltán és Beke Pistit, ugye, hát most már lassan egy éve rabságba tartják a románok. 5 évet kaptak csak azért, mert hittek benne, hogy lehet a Székelyföldnek autonómiája, lehet Erdélybe magyarnak lenni. Hát úgy gondolják a románok így 100 év után is, hogy, hát a magyarnak Erdélyben semmi keresnivalója. Innen üzenjük a kedves románoknak, hogy kapjatok faszpazit! Ezt halkan mondtam, hogy a gyerekek ne halljanak. Az a problémája itt minden utódállamnak, aki birtokol egy-egy részt a szép Magyarországból, hogy 100 év után is meg kell magyaráznia azt, hogy mit keres magyar földön a magyar. Hát, kérem szépen, tudjátok, a Jóisten a Kárpát-medencét elsősorban a magyaroknak adta. Ezért van ez. Ugye volt a trianoni békediktátum után első, meg második bevécsi döntés, ahol a Felvidék egy része, Erdély egy része visszakerült. Hát még az is kérdéses, hogy az igazságos volt-e, mert nekünk az az igazságos, hogyha minden egyes része, minden egyes szeglete visszakerül az országhoz. Az a pici rész is, amit Lengyelországhoz csatoltak, az is a miénk, úgyhogy az sem a lengyeleké, ezt azért tudni kell. És akkoriban ugye Horthy Miklós, amikor belovagolt ilyen Felvidékre is, ugye nagyon-nagyon nem tetszett az embereknek, a magyaroknak tetszett, hát a vitorlóknak nem tetszett, hogy megjött Horthy Miklós, örülnek is, hogy már nem él. Lehet, hogy Horthy Miklós nem él, de Horthy Miklós katonái